Én a képzőművészeti szakközépiskolába jártam, a Törökpál utcába, ott érettségiztem, és ott eléggé egyértelmű volt, ugye, kisképző, hát egy egyszerűen kisképző, hogy ott már hasonló utakat járnak be az emberek, mint egyébként a főiskolánál, hogy valaki, ha elvégez egy ilyen iskolát, akkor nagy valószínűséggel ezen a területen marad, vagy nem. Én akkor még szerettem volna ezen a területen maradni, és egyértelműen, mint a legtöbb gyerek, jelentkeztem a főiskolára, és mert festőszakos voltam a képzőművészeti szakközépiskolában, azért festőszakra jelentkeztem a főiskolára, és háromszor vagy négyszer, nem, négyszer jelentkeztem a festőszakra sikertelenül, és volt olyan, hogy odaballagtam a főépület kapujához, és az én nevem fölött volt meghúzva egy piros vonal. De addigra már egy ilyen rutinos vesztes voltam, tehát tulajdonképpen akkor lepődtem volna meg, hogyha ha felvesztek, de azért ez egy, ilyen komoly érzés, amikor mit tudom én, májusban, vagy egy gyönyörűen süt a nap, virág, minden virágba borul, és oda mész, és látod, hogy mit tudom én, Kovács István, Tilla. Tehát rendesen megkínoztak a festőszakos felvételivel, ami miatt egy picit kezdett ez a vágy kikopni belőlem, meg egy kicsit úgy eleve problémás volt az én egész festészeti tanulmánysorozatom, mert valahogy sose voltam olyan igazán jó festő, sose tudtam olyan igazán jól koncentrálni így a vászonra, hanem mindig jobb voltam szerintem egyéb dolgokban. És akkor mi a barátaimmal, akikkel a kisképzőben egy osztályba jártunk, meg más idősebb emberekkel megismerkedtünk, mint a Kis Tamás, Laci, csináltuk a Vákum TV nevű valamit, tehát egy ilyen éjszakai szórakoztató valamilyen ilyen színpadon előadott videókkal, vendégekkel, interaktív játékokkal és egyebekkel dúsított élő műsort egy éjszakai szórakozóhelyen, és ez a Mixát Kálmán téren. És ott mi rengeteg filmet csináltunk, kis videókat, mindenfélét, rengeteg, tehát a videotechnikát nagyon sok mindenre használtuk a színpadon. Eleve egy olyan meghatározhatatlan műfaj volt ez a Vákum TV, tehát az önmagában volt egy médium, nem nagyon lehetett besorolni, semmi köze nem volt a színházhoz, de performance se volt, happening, azt pláne nem. Tehát, hogy úgy nagyon nehéz, de mindig mi is azt mondtuk, hogy hát nem tudtuk pontosan, hogy milyen lehetett mondjuk a kabaré Voltaire, de mindig azt mondtuk, hogy hát, hogyha a dadaisták arra azt mondták, hogy kabaré, akkor mondjuk ez is lehet, hogy valami fajta kabaré, csak ez is olyan hülyeség volt, mert mondjuk a kabaréról valami teljesen más jut eszedbe. És ez csak azért érdekes, mert ott rengeteg, tehát ugye ez önmagában egy ilyen fura műfaj volt, egy elég érdekes megjelenési forma, tehát nagyjából az volt a forma, hogy nem volt forma. Tehát egy nagyon szegényes, ilyen kis frinc-franc eldobált papírdarabokból, szigetelő szalagból, mindenből tákoltuk össze a kis díszletünket, és egy nagyon szegényes művészeti forma volt, de nagyon lelkes. Tehát olyan volt, mint egy ilyen nagyon amatőr zenekar. Tulajdonképpen mi együtt is éltünk akkor. Tehát, hogy együtt szórakoztunk, mint ahogy egy rendes kölyök rock'n'roll zenekarnál ez mondjuk megtörténik. És mivel sok filmet csináltunk, én közben felvételiztem egyszer a filmművészeti főiskolára is, csak ott nagyon sok lépcső volt, bár mondjuk az intermédia szakra is sok lépcső volt a felvételi, ott is volt egy 4 forduló, azt hiszem, vagy már nem emlékszem. De a filmművészetire se vettek fel. És akkor akkor én már ismertem a Szent Jóbi Tamást, akivel egy ilyen általában az ember ugye, nem tudom, nappal szokta intézni a továbbképzési kurzusait, vagy a tanulmányait. Valahogy a Tamással azonnal éjszaka kezdtem. Tehát amikor hazajött Svájcból, akkor találkoztunk valami szórakozó helyen, nem tudom már kik kapcsán, tehát több ember neve is szóba kerülhet. Itt a Jánosi Lajos, Péter Fibori, Kamondi Ágnes, a Sugár János, nem tudom, tehát több ember neve
szóba kerülhet, akik kapcsán én megismerkedtem a Tamással, és tulajdonképpen egy ilyen éjszakai továbbképzés óhatatlanul elindult, ami teljesen kötetlen volt, és nagyon, nagyon, nagyon kellemes volt, és nagyon jól szórakoztunk, tehát nagyon jó, nagyon... Tehát én tulajdonképpen én mindig is bírtam a Tamást. Ott kétfajta embertípus létezik, van, aki nagyon nem bírja a Szent Jobbit, és van, aki meg nagyon bírja. És én valahogy én egyből a nagyon bírja kategóriába kerültem, és úgy ott is ragadtam. És akkor találkoztam a Tamással, emlékszem, a főépületnek egyszer a lépcsőjén, ott kínált, dohányzott, nem tudom, és ott beszélgettünk, hogy mi újság, ez pont nappal volt. Talán életemben másodjára találkoztam vele nappal, nem tudom, tehát hogy gyönyörű napsütés. Lehet, hogy először találkoztunk nappal, és akkor mondta, hogy mi újság, én mondtam, hogy nem vettek fel a festőszakra, stb. És mondta, hogy de miért jelentkezel te festőszakra? Miért kéne neked festőszakra menni? Ezt fejezzük be, ennek semmi értelme, és akkor már én is azt éreztem, hogy egyébként tényleg igaza van, tehát engem se fűtött már semmi fajta ilyen, ebbe az irányba semmi fajta tűz. És akkor hirtelen megvilágosodtam, és akkor a következő évben az intermédia szakra jelentkeztem, és akkor végigjártam a lépcsőfokokat, és akkor az sikerült. Állítólag volt vita, tehát nem ment ez teljesen simán, tehát meg úgy látszik, én vagyok az, akinek a vonalnál kell ácsorognia, tehát az intézményekkel kapcsolatban ezt már máshol is megfigyeltem, hogy vannak, akik így mindenhová besuhannak. Valahogy én mindig az ajtóban megállok egy pillanatra, de aztán valahogy bekerülök, vagy nem. Itt most pont bekerültem, lehet, hogy a Tamásnak köszönhetően. Aki tehát nyilván minden felvételi hasonló, hogy minden tanárnak, minden felvételiztető tanárnak vannak szimpatikus emberek, vagy vannak olyan alkatok, akikben látják a jövőt, hogy el tudják képzelni, hogy milyenek lesznek, és akkor mondom, osztozkodnak. És milyen volt az első megmás az Nekem az nagyon tetszett, tehát emlékszem, bementem az intermédia szakon, ugye mindig az emeletre jártam akkor WC-re a festőszakosok miatt, most végre bementem a földszinten egy WC-be, ahol azonnal volt két rajz, egy ilyen kamerával állt egy ilyen horgasúrú karakter, és ki volt írva, hogy zsidó intermédiások, meg fogtok dögölni, és azonnal éreztem, hogy végül is. Én mindig ehhez a társasághoz tartoztam. Ez nem tudom, megvan-e még egyébként. Az egy érdekes pillanat volt, ez a 90-es években. Akkor az egyébként sokkoló volt, hogy vannak nácik a képzőművészeti főiskolán. Előtte ilyen művészeti intézményekben ez ismeretlen volt, de hát úgy látszik, már akkor elkezdődött a tendencia. De jó volt egyébként, tehát én kifejezetten szerettem az intermédia szakra járni. Emlékeim szerint valahogy úgy két világ jelenik meg. Az első és a második év az nagyon szorgalmas volt. Rengeteg könyvet olvastunk el, a Tilma József Attila adott olvasnivalót, a Sugár János is, Peternák Miklós is. Bár mindig állt a balhé egyébként, hogy művészettörténetből nem vagyunk elég jók, pedig nem voltunk szerintem annyira rosszak, de mindig voltak ilyen. Emlékszem, hogy volt, amikor Miklós kiborult, hogy már megint mi történt, hogy valaki nem tudom, valami alapdolgot nem tudott. Szent Jobbi is nagyon sok olvasnivalót adott, hogy mégiscsak valahogy úgy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mi ez a fluxus, mi a happening, ki az a Dick Higgins, stb. És igen, mert emlékszem, nagyon szórakoztató történtek, hogy Szil Katika, aki egyébként jógaoktató lett, hogy vele is kéne egy interjút csinálni, de egy keresett jógaoktató lett a városban, nagyon sok lány jár hozzá, meg fiúk is, egyszer megkérdezte a Tamásnak az egyik paralel tampája kurzusán, hogy de ki az a Dick Higgins? És emlékszem, hogy hát a Tamás teljesen
kiborult, hogy mindig ugyanonnan kell kezdenie. Másfél éve beszél valamiről, és erre megszólal egy intermédiás diák, hogy de ki az a Dick Higgins? Ez nagyon szórakoztató volt. Ez szerintem mind a Tamásban, mind az összes akkori diákokban így beleégett. Szóval az egy szorgalmas időszak volt az első-második év, aztán a harmadik, negyedik, ötödik év kicsit lazább volt, és ott egy kicsit szerintem jobban szétcsúsztunk. Nagyon sok ez az öt év. Egyébként nekem az az érzésem, hogy egy picit ez az öt év úgy simogatja a diákok lelkét, tehát tulajdonképpen nagyon jó főiskolásnak lenni, mert ez egy biztonság. Tehát akkor még nem kell igazán azzal foglalkozni, hogy most tulajdonképpen tehát nem kell semmilyen értelemben a karrierizmussal foglalkozni, nem kell azzal foglalkozni, hogy te most pontosan mondjuk a művészetben milyen helyet fogsz elkezdeni, nem kell annyira pályázni, mit tudom én, persze nem árt, tehát hogy mindig vannak ügyesek, meg okosak, akiknek ez jobban megy, de hogy azért van egy ilyen biztonság. Tehát arra jó az öt év, hogy egy ilyen kórházi hangulatban tulajdonképpen így egy ilyen utókezelésen veszel részt, de bizonyos értelemben hosszú. Szóval hogy lesz, hogy hosszú? Hát, hogy már sok olyan üres járat volt utána, amit gyorsított eljárással is meg lehetett volna csinálni. Tehát sokszor találkoztunk a tanárokkal az iskolán kívül, amit mondjuk akkor is lehet, hogy meg lehetett volna csinálni, hogyha nem vagyunk főiskolások, bár ez nem biztos. Meg szóval már, ez nem tudom most mi a helyzet nekünk, akkor már lazább volt az órarendünk is. Tehát, hogy nem kellett egész nap bent lenni, vagy nem kellett minden nap, fél napokat bent lenni. Neked a művészeti pályán az hogyan alakult a főiskola alatt, meg egyáltalán volt azon fordulópont? Hát csak fordulópont van. Hát akkor ugye nekem továbbra is folytatódott a Vákum TV, az intermédia szak alatt, illetve én akkor 1995-ben kezdtem azt hiszem az intermédia szakot, és én akkor a Múzsa című kulturális híradóban voltam, ami az MTV-n ment, hétvégi ajánló. Tehát én folyamatosan heti egyszer szerepeltem a televízióban, és utána is mindig voltak televízió műsorok, tehát én tulajdonképpen azóta az elmúlt 18, igen, mert 94-ben kezdtem, mert akkor szóval van, hogy 16, mondjuk 10, az elmúlt 18 évben, hát néha-néha ilyen 2-3 hónapokat kihagyva nem szerepeltem a televízióban, amikor épp kirúgtak minket valami csatornától, vagy valahogy megszűnt a műsorunk, de utána ez működött. Ez csak azért fontos, mert nekem tulajdonképpen már akkor volt egy ilyen több szálon létező életem. És csináltuk a Vákum TV-t, tehát ez egy csoportnak voltam a tagja. Amiket csináltam, egyedül különböző ilyen művészeti munkákat, szerintem az nagyon hektikus volt. Tehát volt egy-két dolog, főleg szerintem én kicsit jobb voltam a korai időszakban, tehát mondjuk első-másodikban. Utána talán nem csináltam olyan izgalmas dolgokat. Tehát ez mindig egy ilyen, tehát én sose tudtam egy stabil teljesítményt nyújtani szerintem egyedül. És aztán fokozatosan, tehát már ott is készültek filmek, volt egy Média Pláza nevű kis filmem, ami a Műcsarnokba be lett mutatva egy közös kiállításon, és aztán én 2001-ben diplomáztam, de én 2003-tól már fokozatosan szinte csak játékfilmekkel foglalkoztam, csak az még akkor nem jelent meg, de forgatókönyveket írtam, tehát egy egészen másik irányba mentem. De tulajdonképpen
az alapok, vagy nem tudom, bizonyos dolgok ugyanazok, tehát ugyanazokhoz a polcokhoz nyúlok, mondjuk az agyamba, csak mégis más az egész, tehát történetekben gondolkozom. Szóval más azért a filmes világ, bár azt például kifejezetten mindig nagyon jónak tartom, hogy én az intermédia szakon végeztem. Tehát az sok mindenben segít nekem. Nekem tulajdonképpen az intermédia szak volt egy olyan, ahogy úgy fejlődött a szellemem, vagy nem tudom, ahogy úgy gondolkodtam a világról, és úgy próbáltam mindent ugye itt miről van szó, hogy hogyan látsz minél bonyolultabb összefüggéseket, és ezeket az összefüggéseket adott esetben, hogy tudod minél eredetibben felfogni, vagy hogyan tudod ezt ugye magad ízlése szerint átformálni. Akkor ami nagyon fontos, hogy mennyire jó az ízlésed. Hát végül is az arány, ízlés, egy ilyen tetrekészség, egy ilyen szorgalmasság, valami ilyenekből áll össze végül is egy művész. Tehát ez mondjuk egy fontos dolog a művészetben, és ehhez nekem nagyon jól jött az intermédia szak. Tehát az intermédia szak nekem betöltött azt, tehát hogyha megnézzük az iskolarendszert, hogy mondjuk így hivatalosan, tehát hogy ha a rendőrség, vagy az állam, vagy az egyház felől nézve, hogy a főiskola az valaminek a csúcsa, tehát az utolsó hivatalos tanulmányút, akkor ez nekem bejött. Tehát én nekem tényleg ez kifejezetten jó élmény, és jól összerakott. Tehát még az ilyen szanaszétlevő darabokat az agyamba, tehát mint hogyha lenne egy ilyen fa, egy ilyen hasáb, amiről le vannak még esve ilyen kis szeletek, azokat elég jól így visszaragasztotta. Tehát nekem nagyon jó. Tehát csak jó emlékeim vannak ilyen értelemben. Neked nem volt ilyen gátlóként, ez a csomó embernek jelentődött az agyában, hogy képzőművészet, és mondjuk valami alkalmazott dolog, és téged nem gátolta azt, hogy mondjuk intermédia, és aztán pedig játékfilmek, tévézés, ez meg az. Nem, szerintem ez soha nem gátolt engem semmibe, inkább segített, mondom. Tehát szerintem az nagyon jó, hogy ez egy másfajta gondolkodás, ráadásul szerintem, tehát hogy az egy dolog, hogy én a film felé fordultam, mert ott jobban megtalálom magam, az is egy csapatjáték, ott, tehát én jobban, nekem szeretem azt, hogy még akkor is, hogyha szerepelek és sok minden mással, szeretem azt, hogy egy ilyen keretem belül gondolkozom. De ettől függetlenül azért azt gondolom, hogy mindig is a képzőművészek voltak az igazán élenjárók, és a képzőművészek sokkal jobban reflektálnak mindenre, és sokkal jobban működnek a világban. Sohasem annyira látványos a sikerük. Tehát, hogy sosincsenek úgy anyagilag úgy támogatva, sosincsen. Tehát az egész... Tehát a film az mindig látványosabb, vagy sok más művészeti ág, de akkor is a képzőművészet az, ami igazán dögös. És azért ebből ragadt rám sok, tehát hogy szerintem ez úgy megmaradt. Sok minden szempontból megmaradt, csak valahogy én nem maradtam ott. De nekem azért is csak segített, mert azért minden embernek van egy alkata. Tehát én egy szerencsés alkat vagyok, tehát én nem nagyon függök általában semmilyen intézménytől, viszont nagyon könnyen belesimulok. Tehát ilyesmi dolgok engem nem tudnak megviselni. Tehát nem tud egy semmilyen intézmény, semmilyen formában rám telepedni. Tehát inkább valahogy jól érzem magam a társaságban. Tehát, hogy úgy megtalálom a helyem. Tehát ez már az óvodában így volt. Tehát a bátyám az tönkre ment, tehát mikor ment az apám érte a sarokba, nem evett. Én mindent megettem, tehát a...
Mindent megittam. Igen, szerintem, tehát az ilyen típus, az ilyen alkatú embert nem nagyon viselik meg se a váltások, se a se az, hogy egy intézmény óhatatlanul nem mindig személyiségbarát, vagy nem mindig eleve, hát érted, kötelezettségeid vannak, meg igen, meg hogyha nem pecsételted, tudod, nem írod alá az indexedet, meg nem tudom, akkor nem iratod alá, akkor már nem működik valami, tehát nem olyan egyszerű ez, de valahogy működött. Tehát én elég problémamentesen tudtam elevickélni. Volt, amikor úgy szárnyaltam, egy fél évig volt, amikor evickéltem, de ez nem volt gond. Hogyan tartott fel, hogy olyan tartó Nem nagyon voltak anyagi igények, tehát én nem voltam soha igazán gazdag, ezért nem nagyon volt mihez hozzászoknom. Tehát nem nagyon szoktam hozzá jólétet. A jóléthez a utóbbi években szoktam hozzá, de egyébként már ez egy kicsit későn is jött, tehát továbbra is remekül el vagyok pénz nélkül, csak nyilván közben mégis valahogy növekszik az embernek a komfortigénye. Azt tudom, hogy tehát barátnőknél laktam, vagy pedig béreltem a Moszkva tér mellett egy egyszobás pici albérletet, és pont a televízióban azt hiszem annyit kerestem, hogy azt ki tudtam fizetni meg annak a rezsijét. Az élethez pedig szüleim adtak egy kicsi pénzt, illetve hát mondom, én nagyon sokat voltam közösségbe, és elköltöttük egymás pénzét mindig. Tehát közben ment még a Vákum TV, tehát mindig volt valaki. Tehát nagyon sokszor elköltöttem másoknak a pénzét. Aztán, ja, én közben megházasodtam, akkor a feleségem pénzét költöttem, ő nagyon jól keresett akkor, én még egyáltalán, és akkor az ő pénzét költöttem meg szerintem ez nem olyan nagy probléma, tehát hogy valahogy ez mindig működik, tehát hogy még szórakozásra is futotta, sőt, tulajdonképpen végig szórakoztunk, tehát ez nem semmilyen probléma nem volt. 2001-ben. 95-ben kezdtem, és az a Német Hajnival, nem tudom az osztály névsort elsorolni egyébként, de sokan, és utána kihagytam egy évet, egyszer egy évet halasztottam, mert művészettörténetből nem mentem át a vizsgán, hogy épp elfáradtam, nem tudom, és akkor már született egy gyerekem. És akkor valójában mondtam, hogy jó, mindegy, most úgyis születik egy ilyen kisbaba, akkor segítek otthon, vagy nem tudom, most ez úgyis egy ilyen annyira más élethelyzet lesz, hogy nem is baj, hogyha kihagyok egy évet, és akkor lebuktam a Gróf Feriékhez. A Gróf Feri Vécsei Julihoz, talán igen, ehhez a társasághoz, és velük diplomáztam 2001-ben. Diploma után még néhány csoportos kiállításon szerepeltem. Volt, hogy néha-néha hívtak ilyen kiállítás megnyitásra, Miklós Petemnek Miklós hívott. Szóval maradt egy ilyen laza kapcsolatom az intermédia szakkal. Ahogy távolodunk az időbe, ez egyre lazább és egyre ritkább. Tehát most már tulajdonképpen csak évente szoktam velük találkozni, vagy nem tudom, vagy két évente, vagy nem tudom. Szent Jobbi Tamással maradt egy nagyon fura kapcsolat, ami tulajdonképpen egy ilyen barátságszerű interneten állandóan szeretnénk találkozni, de hol az egyik, hol a másik nem ér rá. Én nagyon szanaszét vagyok, nagyon sokszor, azt hiszem, hogy ez most tulajdonképpen az én hibám, vagy nem tudom, hogy ezt összehozzuk, de a Tamással maradt
egy mindenféleképpen egy ilyen viszont, tehát ott van egy alapvetően egy erős kapocs. Tehát nagyon mások vagyunk, de közben valahogy mégse. És emiatt szerintem megmaradt ott valami van. Tehát ott egy törzsből származunk, vagy nem tudom, és emiatt ott egy ilyen örök kapcsolat maradt. És hát és utána az intermédia szak, utána én 2002-ben lettem a Big Brother műsorvezetője, akkor az ilyen kulturális műsorok már nem nagyon mentek, tehát ott volt a televíziózásban egy ilyen válság, meg én egy picit úgy untam magam, vagy nem tudom, tehát ott az egész olyan, hogy szerettem volna valami nagyot váltani az életem során, és akkor jött ez a dolog, hogy mi lenne, hogyha a commerce-be elmennék, és ez egy nagyon meredek ötletnek tűnt, de egyszer egy szép napon arra ébredtem, hogy tulajdonképpen nekem tetszik ez az ötlet, én ezt kipróbálnám, hogyha egy ilyen, mi van, hogyha egy ilyen mű Hollywood, egy ilyen abszolút számomra is ismeretlen terepre bemerészkedem, és tulajdonképpen nekem ez bejött, vagy szóval én azóta is el vagyok ezzel a dologgal, tehát átmentem totál popba, ez nagyon nagy változás volt. Tehát ez úgy alapvetően felforgatta ezt a dolgot, mert akkor ismert lettem, tehát az egész országban tulajdonképpen ezeknek a népszerű műsoroknak köszönhetően én egy ilyen ismert arc lettem, tehát hogyha kiszállok egy autóból azóta is mondjuk bármelyik kis faluba, akkor a nénik összecsapják a kezüket, és azt mondják, hogy Jézus már! Úgyhogy ez mondjuk egy nagy változás. Tehát mondjuk úgy összegezve azt mondhatjuk azt, hogy nekem nagyon jó volt az intermédia szak. Az intermédia szak, amennyiben, hogyha szigorúan vesszük, és azt mondjuk, hogy egy ilyen felsőfokú művészképző, vagy nem művészképző intézmény, bárhogy is nézzük, akkor én egy picit egy oldalág lettem. Tehát én valami mást csinálok, mint amire az intermédia szak egyébként szerintem kihegyezi a gyerekeket. Még egy picit visszatérve erre a popkarrieres részről, neked abban volt egy törés, vagy van egy olyan része, ahonnan mondjuk merítél az erőt, Várjál, a magasabb kultúrával foglalkozom, az nem jó, szerintem az így nem jó meghatározni, valahogy nem gondolkozom ilyen, tehát hogy ez valahogy sose izgatott annyira, hogy most mi a magas, vagy mi a mély, vagy mi a oldalt, vagy nem tudom, igen. Valahogy ez nálam mindig egy ilyen egyszerre történő dolog volt, ami soha nem jelentett olyan igazán nagy problémát számomra, ez inkább mindig másoknak volt problematikus. Ezt nem tudom, tehát hogy senki sem egyforma. Az, hogy pontosan én ezt miért csináltam így, vagy hogy most én ebben ezt hogy rakom össze, azt egy kicsit számomra is nehéz megfejteni, mert nem annyira egy analízison keresztül kerültem ebbe a helyzetbe, hanem ilyen sodródásokon keresztül, és én ilyen kaszkadőrszerűen belevetem magam bizonyos helyzetekbe, és utána az ösztöneimre bízom, hogy tulajdonképpen hogyan vagyok ott el, és nem nagyon vagyok sznob semmilyen irányba, bár biztos, hogy mindenki valamiben sznob, de én ebben nem, hogy commerce-et soha. Tehát, hogy nem, tehát én ebben egyáltalán nem vagyok hívő, tehát, hogy nincs semmifajta hitbéli dolog bennem, illetve nem tudom, tehát hogy
Nem tudom ezt, hogy lehet megfogalmazni. Talán az is nagyon fontos, mint már említettem, hogy nem biztos, hogy mindig el kell, tehát hogy sokszor figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy valaki egyébként milyen alkat. Mert ez egyébként még a vágyaitól, vagy az ő általa elképzelt jövő képtől is lehet független. Vagy én azt szoktam mondani, ez egy nagyon egyszerű dolog, de hogy mi az, ami valakinek jól áll. Tehát hogy jól áll a Jimi Hendrixnek, baromi jól állt a gitár, amit tehát egyszerűen annyira jól állt neki az az egész, hogy neki azt kellett csinálnia. Nekem szerintem jól áll egyébként, hogy műsorvezető, még a Commerce műsorvezetés is. És ez mindig a televíziózás mindig egyik lépés jött a másik után, és valahogy az is gyávaság lett volna a részemről, vagy olyan túlgondol, olyan kicsit mű lett volna az én életemben direkt távol tartani magam valamitől, ami egyébként nem áll nekem rosszul. Tehát ezt én is tudom, meg ezt is szokták mondani, tehát hogy biztos, hogy mindenben olyan óvatosnak, vagy mindenben olyan nagyon kimódoltnak kell lenni. Nekem mondom, ez úgy nem jelentett gondot soha. Szerintem egy picit az én életemben az erőltetettebb lett volna, hogyha én azt játszom el, hogy én nagyon, nagyon csak képzőművészet, csak ezen a területen maradok. Hiába ez volt az alapindítatásom kiskamasz korom óta, valahogy, ahogy alakult az életem, kiderült, hogy nem, nekem nem áll az olyan jól. Tehát egyszerűen én nem vagyok egy... Akárhogy is vesszük, egy klasszikus értelemben én nem vagyok egy képzőművész. Ez szép lassan kiderült percről percre, lépésről lépésre az életem során. Szerintem sokkal jobb, hogyha az ember lát, tehát a magát is látja, hogy a tükörbe tud, tehát látja azt, hogy épp mi történik vele. Úgyhogy ilyen értelemben szerintem jó ez így. Tehát ez kifejezetten jó, ahogy az én életem alakult. Vak meg süket egyébként én sose voltam. Plusz szerintem én egy jó szívű ember vagyok, aki, ez is megint alkat kérdése, aki tehát hogy valahogy így könnyen azonosulok, és könnyen át tudom érezni másoknak a problémáit is. Így tulajdonképpen egy ilyen nagyon durva elkurvuláson én nem tudtam átest, tehát én nem lettem egy ilyen profi prostituált, hanem én egy ilyen nagyon igény, én egy ilyen luxus kurva, ami nem olyan rossz, alig vannak igazán komoly luxus kurvák, hagyj legyek már, én az egyik, tehát azért ez nem ugyanaz, tehát hogy azért óriási különbség van a Matahari, aki lett valaki, és mondjuk egy ilyen ismeretlen valaki között. Amikor képzőművészetről, meg képzőművészetről beszélsz, akkor kiket értesz, hogy neveteknek szerinted? Ja, hát a festészetben nagyon egyszerű volt, tehát ott a Komorocki Tamástól elkezdve a Baranyai Levine, sorolhatnám. Tehát általában én mindig az osztálytársaimon keresztül, vagy a tanáraimon keresztül szembesültem azzal, hogy mi az, amit én nem tudok, vagy mi az, ami nekem nem fog soha olyan jól menni. A kisképzőben, a festőtanárok, stb. Egyébként nem voltak annyira a saját életükben, vagy mondjuk azt, hogy a saját karrierjükben, vagy mit tudom, én nem tudom, ilyeneket tudom, nem szabad mondani. Magyarországon, Amerikában biztos lehet mondani. tehát, hogy a saját életútjukban nem voltak annyira acélosak, tehát ott ők nem voltak igazi hősök, de mondjuk a Szent Jobbiék már nagyon komolyak voltak, tehát hogy azért a Sugár is, a Peternák Miklós az egy speciális eset volt, mert ő vele kevesebb időt töltöttünk, de én őt is tiszteltem, tehát én az ő benne is láttam a melót, láttam, hogy ott mi történik, vagy a Tilma József Attilát imádtuk. Szóval a tanárokon, mondjuk a főiskolán, a tanárokon keresztül, és a saját osztálytársaimon keresztül szembesülhettem azzal, hogy most akkor tulajdonképpen én mennyit érek, mint képzőművész. Hát azért a Németh Hajné, ezek voltak az osztálytársaim, azok nagyon, Hajné nagyon jó volt már elsőben.
Hát, hogy ez azért úgy kiderül egyébként, hogy kinek mi fekszik, vagy mi működik, vagy hát mindig is szóval azért mindig találkozhatsz olyan emberekkel a városban, akik valamit nagyon jól csinálnak, és akkor el kell döntened, hogy te abba a csapatba be tudsz állni, hogy tényleg vagy nem. De ezzel nincs is szerintem semmifajta probléma. Tehát valószínűleg az életben csak egyetlen egy probléma van, hogyha ha mondjuk valahogy sosem találod a helyed, sosem hajt semmi, sosem, tehát hogy mondjuk még, tehát hogy, vagy nem tudom, tehát hogy az egy rizikósabb dolog, amikor mondjuk ilyen kíméletlenül, ilyen notórius boldogtalan vagy, és reménytelen, sóvárgó, vagy nem tudom, akkor mondom. Neked mi a jövőképet, vagy milyen életet képzelsz magad, hogy hogyan szeretnéd látni? Hát én most már maradok ezen a pályán szerintem, televíziózás és film. Szeretnék még sok-sok filmet csinálni, szeretném, hogyha azok a filmek jól működnének, nyernének díjakat, mit tudom én. Tehát, hogy akkor azért ez egy erős visszaigazolás, amikor valami díjat nyersz, vagy valami, mint egy filmfesztiválhoz, vagy mint a képzőművészeknél, ugye, mint a Biennálé, vagy valami, tehát amikor csatlakozhatsz ilyen helyekhez, az tulajdonképpen egyrészt egy ilyen majomcirkusz, az egyértelmű, de biztos, hogy van egy ilyen nagyon erős visszaigazoló jellege, egy ilyen, tehát hogy valahogy mégiscsak ebbe az irányba haladunk, hát ezt nem kell szégyelni, ezt tudjuk nagyon jól, hogy kellenek ilyen visszaigazolások. A televíziózásban pedig, nem tudom, most még csinálom a Megasztár meg ezeket a kifejezetten ilyen alkalmazott, tulajdonképpen ilyen kiszolgáló műsorvezetéseket. Most ebbe egy picit szerintem beleragadtam. Ezt kell majd most megváltoztatnom, ezt kell eltorzítani egy másik irányba, hogy fokozottabban inkább az én lényem és a személyiségem jöjjön elő, tehát valahogy olyan beszélgetős műsorokat, vagy olyan show műsorokat csinálni, ahol én fontosabb hangsúlyt kapok. Ez most nem olyan egyszerű egyébként, most abszolút válság van mindenütt, és alig-alig van fejlődés bárhol, bármilyen területen, de majd hát, ha egyszer újra kisüt a nap, és a szivárvány alatt elsétálok valami új fejezet felé. Egyébként szeretném soványan elképzelni magam 20 év múlva, és nem szeretnék még kopaszodni, pedig valami hajritkulás elindult egyébként, ami nem tetszik. Kívánom. Jó, köszönöm szépen. Yeah.